Képzeljük el a jövőt! Egy olyan világot, ahol mesterséges intelligenciák irányítják a gazdaságot, kutatásokat végeznek, új gyógyszereket terveznek, és helyette írják meg a diplomamunkát. Elon Musk ezt a jövőt nem csak elképzeli, ő aktívan dolgozik rajta. Az XAI nevű cégén keresztül éppen egy olyan szuperszámítógépet épít, amely a világ egyik, ha nem a legnagyobb AI tanítógépezete lesz. A neve Kolossusz. A cél legalább 1 millió darab csúcskategóriás mesterséges intelligencia feladatokra optimalizált GPU egy helyre zsúfolva, non-stop működtetve. Már most is 200 ezer GPU dolgozik ezen a projekten. De mi közel ennek ahhoz, hogy te csak hónapokig spórolva tudsz egy középkategóriás videókártyát venni, ha egyáltalán találsz készleten? Nos, több, mint gondolnád. A probléma gyökere a kereslet kínálat törvényeinél kezdődik. A GPU, vagyis grafikus feldolgozó egység már nem csak a játékosok játékszere. Az elmúlt évek AI forradalma miatt ezek a kártyák lettek a modern kor aranybányász eszközei. Egy házszázas Nvidia GPU például több tízezer dollárba kerül, és hónapokat kell várni rá. Nem azért, mert technikailag ne lehetne legyártani, hanem mert nincs elég nyersanyag, nincs elég gyártókapacitás, és ami van, azt mind lekötik az olyan óriások, mint az XAI, az OpenAI, a Microsoft vagy az Amazon. Musk projektje tehát nem csak ambiciózus, hanem brutálisan erőforrásigényes is egyetlen szuperszámítógép, ami egy millió darab GPU-t igényel, simán képes teljesen felborítani a globális végiapiac piac egyensúlyát. És akkor még nem beszéltünk az olyan apróságokról, mint a szilícium, a réz, az arany és az egyéb ritka földfémek, amelyekből ezek a kártyák készülnek. Ezek az anyagok eleve szűkösen állnak rendelkezésre, ráadásul Kína dominálja a világkészlet nagy részét, és az utóbbi időben szigorította az exportot. Vagyis nem csak, hogy kevés van belőle, de egyre nehezebb hozzájutni is. És mi történik, ha valamiből kevés van, de hirtelen mindenki azt akarja? Az ára az egekbe szökik. A gamer piac így lett a mostani AI boom egyik legnagyobb vesztese. Mert bár a csúcskategóriás modellek technológiája lenyűgöző, a gyártók teljesen racionálisan oda szállítják a készleteket, ahol a legtöbb pénzt kapják érte. Egy adatközpont 10-20 ezer darabos megrendelése egyszerűen fontosabb, mint a TRTX 4060 iránti érdeklődésed. És ez nem is személyes, csak üzlet. Ráadásul ez a hatás nem csak a high kártyákat érinti. A középkategóriás modellek, mint az RTX 4060 vagy a 7700 XT is drágábbak lettek, mert ugyanazon gyártósoron készülnek, mint a nagyfiúk. A wafergyártás, az alkatrészellátás, sőt meg a logisztikai lánc is ugyanazt a terhelést kapja. Ha pedig a prioritás az AI, akkor a konzumerpiac egyszerűen háttérbe szorul. Az Nvidia például konkrétan újraosztotta a termelési kapacitásait, hogy kiszolgálja az AI piacot, és a játékosok hoppon maradtak. Most képzeld el, hogy minden ilyen kolosszusz projekt után, legyen az az xia vagy az openai vagy a google -é, hónapokig csúszik a következő generációs végéját és ha mégis kijön, annyira kevés készül belőle, hogy az árak elszállnak. Mindez úgy, hogy közben az átlagfelhasználó nem érti, miért kell 300 ezer forintot fizetni egy kártyáért, amit pár éve 150-ért megkapott. Ez a valóság, és ez fontos látnunk. A jövő mesterséges intelligenciái nem csak a problémák megoldásán dolgoznak, hanem közben újakat is okoznak. A technológiai fejlődés ára az, hogy bizonyos területek, például a gaming, háttérbe szorulnak. Ez nem maszk hibája egyedül, de az ő projektje most a leglátványosabb példa arra, hogyan tudja egyetlen AI gépezet felforgatni a globális GPU piacot. Szóval, amikor legközelebb meglátsz egy RTX 4070 címkét és felsziszensz, gondolj arra, lehet, hogy most is épp egy elelem tanul memóriakezelést valahol egy Memphis-i hát nem szép új világ ez? Ha tetszett a videó és szeretnél még több ilyen technológiai összefüggéseket feltáró anyagot látni, nyomj egy lájkot like és iratkozz fel a csatornára. Kommentben írd meg, te mit gondolsz erről az egészről? Zavar, hogy háttérbe szorultak a játékosok? Szerinted is elszálltak az árak? És mit vársz az új végi generációtól? Írd meg, beszéljük ki, mert ez a tech jövőnk, akár tetszik, akár nem.